Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 1-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei, és erre megadja a választ ez a felső kártya. Az érmék mutatják az anyagiakat és az ő munkáját is. Az lehet, hogy itt fáj a feje, mert a képeknek van egy szimbolikus jelentése, és ez lehet az ő tartása is. Viszont az is előfordulhat, hogy van egy hölgy a háttérben, és ő boldogtalan, dühös, és ez a hölgy hat rá, ami miatt állandóan fáj a feje. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt, ezen a képen egy fiú és egy lány látható olyan tinédzser korban, és ez az első szerelem. Ezek az emlékek. Itt van egy bizonyos nosztalgia, vagy valaki van az életetekben, a múltból, aki gondol rátok. Itt vannak szép emlékek, de mutatja ez a kártya a lelki kapcsolatot is. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit mutat, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez az arany kehely az ő érzelmeit szimbolizálja, tehát ő nyitott lesz. Annak ellenére, hogy ezek a zárt könyvek azt jelentik, hogy neki vannak még titkai, ő nem igazán nyitott, de az is lehet, hogy ő most tanul belőle valamit. Tanulja azt, hogy mennyire fontos ez a nyitottság, és ezt mutatni fogja a mai napon, vagy a következő napokban. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!